Sziasztok! Ez itt a Nők az úton podcast legújabb adása, én Szlavka Évi vagyok. Én pedig Csorban itt vagyok, üdvözlünk mindenkit. Mi a közös a minimalizmusban és a slow life-ban, vagy más néven lassúbb életben, vagy mi a kapcsolat? Itt van vendégünk, szeretettel köszöntjük Zay Viktóriát, interior stylist, tértervező, lakberendező, belsőépítész. Köszöntünk téged, Viki. Sziasztok, nagyon örülök, hogy meghívtatok, és nagyon érdekes a téma, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Kezdjük is akkor el, miért pont a minimalizmus? Én minimalista stílusba tervezek már több mint 10 éve, és ez az életforma és ez a stílus áll hozzám a legközelebb. Azt gondolom, hogy a minimalizmusnak, tehát hogy a minimalizmus, ahogy föl is vezetted, ez nem csak egy lakberendezési stílus irányzat, ez szerintem egy életforma. És mivel én magam is ezt az életformát követem, ezért ez a stílusához a legközelebb, ebbe tudok a legjobban tervezni. Minden, néha ki szoktam kacsintani egy-egy másmilyen stílus felé, de azt is mindig úgy, hogy a minimalizmushoz integrálom, tehát hogy emelek olyan elemeket más stílusokból, amitől mondjuk a minimalizmus egy kicsit élhetőbb, barátságosabb és emberközelibb lesz. Tegyük megfoghatóvá ezt a minimalizmus. De leírnám a hallgatóknak, hogy Viki milyen stílusosan van fölöltözve, minimalistán. Tehát a gyönyörű ilyen koralpiros sál van rajta, egy a passzoló köröm, egy szürkésbarna pulcsi, még a hajában is benne vannak. Ez látszani fog egyébként a fotón, mert bármelyik podcast csatornára felküldjük, látni fogjuk a fotót. Igen, de hogy még itt is összhangot teremt, és szerintem abszolút. A minimalizmusnak ez is az egyik legfontosabb pontja, hogy nem csak valahogy kinéz a lakásunk, hanem ahhoz az életünkkel, meg mindennel kapcsolódunk. Így van, tehát ugyanúgy hozzátartozik szerintem az öltözködés, a divat, hogy például én nem tudok fölvenni egy virágos ruhát. Próbáltam egy romantikus, de egyszerűen nem érzem jól benne magam. Tehát, hogy igen, az egyszerűbb, letisztult, vonalvezetésű ruhákat szeretem, ugyanígy tehát például akár a táplálkozás, meg az étkezésbe is. Hogy egészen eddig belemegy az életedbe. Abszolút. Ezért is mondod, hogy ez egy életstílus, ami végig követ. Ezért is gondolom, igen. Például el tudok mesélni nektek egy sztorit, hogy a legjobb barátnőm meglátogatott engem otthon, és hát nekünk a házunk is ilyen nagyon minimál stílusban van berendezve. Belépett a konyhába, és így döbbenten kérdezte, hogy te használod ezt a konyhát. És akkor mondtam, hogy hát persze, hogy használom ezt a konyhát, ma is főztem, megebédeltünk, elpakoltam, rendet raktam. Azt mondja, nekem ez túl steril. Igen, mert hogy ehhez a stílushoz az is hozzátartozik, hogy igen, el kell pakolni. Tehát azért mondom, hogy nem való mindenkinek ez a stílus, meg ez az életforma, csak annak, aki ezt a rendet az életébe is, meg a környezetébe is meg tudja tartani. Sok mindent befolyásolva, de azért a barátságot ezek nem. Azt nem, igen. Szerencsére. Ezért is jó, igen, nem vagyunk egyformák. Mi jellemzi a minimalista trendet? Trend még? Trend volt? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Még mindig trend, a minimalizmus szerintem nem fog kimenni a divatból úgy igazán, pontosan ezért, mert szerintem kapcsolódik egy életformához is. Finomodik, inkább azt mondanám, illetve évről évre kicsit változik. Színekben, formákban, tehát hogy kezdik behozni például az organikus formákat is a minimalista terekbe. Tehát most már nem minden szögletes, mint régen volt, hogy csak a szögletes asztal, a teljesen szögletes vonalvezetésű kanapék, hanem most már jönnek az organikus formák, de még mindig egy nagyon letisztult összképet nyújt az egész. Hogyha elmondanál szóban egy minimalista stílus berendezett teret, mondjuk egy nappalit, akkor mi lenne rá jellemző, ami most egybe eszedbe jut? Ezzel azt szeretném elérni, hogy le tudjuk írni a hallgatóknak ezt a stílus irányzatot, hogy tudják elképzelni. Hát az első benyomás szerintem, ha ránézel egy ilyen nappalira, az, hogy letisztult, hogy rend van. Tehát, hogy rend. Uh-huh. Azt szerintem, hogy nagyon erős hívó szó lehet, hogy rend van, és letisztultság, és nincsenek elő felesleges dolgok, nincsenek kirakva nippek, és nem tudom, ez jutott eszembe, tehát, hogy csak olyan dolgok vannak elől, amihez nyilván az ott lakóknak van kötődése, meg van valami kapcsolata. Tehát nem azt mondom, hogy nincs elő semmi, tehát ugyanúgy lehetnek könyvek, lehetnek vázák, lehetnek bármilyen kiegészítő előfordulhat a térbe, de azt mégis, ha ránézel, egy rendezett egységnek érzed. Uh-huh. Tehát egy rendezett egység, akkor még most is szerintem, hogy a komponált, vagy nem tudom, megkomponált, ez is egy jó hívó szó, nem, hogy ez az élet, a mindennapokban is megkomponált terek. Abszolút, igen. És mondjuk
tehát nálunk is van rengeteg párna például a kanapén, amit minden este, amikor ott vagyunk, akkor az ugye össze-visszaságba kerül, és akkor az ember reggel, mikor elmegy a gyerek az iskolába, akkor nem fogja és rendet rak. Elmereste? Vagy este, igen. Tehát persze, vagy este, hogyha olyan a szituáció, csak nem mindig van, mert nekem energiám hozzá. De hogy reggel igénylem azt, hogyha ránézek, akkor megint rend legyen. Tehát, hogy ez nyilván az emberből fakad, tehát azért mondom, hogy nem való mindenkinek ez a stílus. Például van olyan ügyfelem, aki azzal keresett meg most évvégén, hogy nekik egy ilyen nagyon szuper letisztult minimalista házuk van, és rájöttek, hogy nem szeretik, nem tudnak benne élni. Aztán. És hogy mit lehet tenni, próbáljuk meg egy kicsit élhetőbbé tenni, tervezzük át, mert rájöttek, hogy az ő életformájuknak ez nem való. Egyszerűen ők nem tudnak rendet tartani, nem is akarnak rendet tartani, és mit lehet tenni. Tehát, hogy ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Ez tök jó kihívás, és ennek a tervezésnek most vagy a közepén, vagy még csak most oldalát kezdeni? Igen. Kíváncsi leszek, hogy milyen megoldásokat lehet így nevezetni, hogy mik azok az átmeneti dolgok. Igen, amivel ezt föl lehet oldani. Hogyha valaki kacsingat a minimalista stílus irányába, akkor milyen anyagokat keressen, vagy milyen lakberendezési tárgyakat, mire figyeljen, nyilván rakja a rendet, oké? És tartson rendet. A rendszeretőknek való csak a minimalizmus. Igen, ez így van. Színekben mit jelent például? Színekben gyakorlatilag bármit használhatsz. Az alaptézis az általában az, hogy van egy egységes, letisztult alap, ami mondjuk lehet akár a fekete-fehér szürke, lehet ugye a finomabb másik irány, az a bézses-barnás ilyen földszínekre hangolt alap, és akkor ehhez szoktunk hozzárendelni még színeket, kiegészítő színeket. A fekete-fehér szürke színvilághoz általában valami élénkebbet, a földszínekhez ott lehet elkezdeni játszani a pasztellekkel, tehát most nagyon nagy divat például ez a pasztell rózsaszínes, púderszínek, akkor az nagyon-nagyon-nagyon finom zöldek, kékek, ugyanakkor a szürkés-feketés vonalhoz meg nagyon mennek, például most megy a sötétkék, ami nagyon izgalmas. Uh-huh. Mennyire nyitott a Magyarországon a te ügyfeleid, vagy így mit látsz a nemzetközi trendekre? Az én ügyfeleim szerencsére eléggé nyitottak, és pont, tehát hogy sikerült már olyan ügyfélkört kiépítenem, akiknek erre van igényük. Tehát, hogy nyitottak, világot látottak, pontosan látják, hogy kint azért mennyire más ez a lakáskultúra, mint mondjuk nálunk itthon nagy átlagban. Mennyire más? Nagyon. De azért fejlődünk. Fejlődünk, igen, abszolút. Határozottan fejlődünk, tehát a meglévő ügyfélkörömön kívül ugye látom, mert meg szoktak keresni tanácsadással is, amikor nem csak egy komplett tervezés van, hanem csak így átbeszéljük. Nagyon sok lakóparki lakás van például most nekem így, akikkel csak így beszélgetek, tanácsadás. És irányba állítom őket, tanácsadás. És ők is most már nem a... Tehát, hogy nagyon-nagyon finom és szép interiőröket mutogatnak, hogy mit szeretnének. Tehát, hogy aki nem is bíz meg egy komplett tervezéssel, az is már szerintem ilyen átváltott egy másik szemléletre. Tehát tulajdonképpen akkor most örülhetünk, mert a barna-fehér korszaknak, meg a mediterrán korszaknak jó részkőjé. Igen, igen. Egyszer is mindenkor leáldozott. Ó. Mit szoktál általában tanácsolni azoknak, akik hozzád fordulnak, hogyha nagy címszavakba ki lehet néhány dolgot emelni? Például megnézed azt, hogy igen, hogy ők milyen habitusúak, és akkor ahhoz mi passzol a lakásban, a térben, amiben élnek, vagy a térnek a tulajdonságaira figyelsz elsősorban, vagy hát mi az, amiben... Először ugye mindig van egy beszélgetés, amikor megismerkedünk egymással, és akkor én megtudok róla többet, hogy milyen az életviteljük. Most mondok már, itt van-e kutya, nincs kutya, hány gyerek van, mekkorák a gyerekek, otthon dolgoznak, nem otthon dolgoznak. Tehát van nagyon sok ilyen apró részlet, amit tudnom kell ahhoz, hogy én tudjak nekik dolgozni. Illetve hát mindig megnézem azt a teret, ami a feladat. Én nagyon szeretem az olyan tereket, ami már rögtön az első látásra. Hát úgymond szerelem, tehát belelátom már rögtön az első pillanatban, hogy wow, itt azért lehet majd dolgokat csinálni. Tehát, hogy persze, tehát nagyon szép ez a szakma, az a lakberendezés, de mondjuk egy most nagyon leegyszerűsítve és sarkítva, tehát egy panellakásból soha nem fogunk tudni kihozni egy olyan wow lakást, ha csak szét nem bombázzuk az egészet. Tehát, hogy olyan energiaráfordítással és költségráfordítással tudunk csak csinálni valami szupert, mint hogyha mondjuk van egy nagyon jól és átgondoltan megtervezett, építészetileg megtervezett tér.
És ott azért nyilván sokkal nagyobb a mozgás lehetőség, meg sokkal látványosabb dolgokat tudunk. És mennyire jellemző ez Magyarországon? Mondjuk most, hogy elég sok lakóparkot építenek, talán ez már egy ilyen irányba megy el, de azért még nézzük, valljuk be, tehát a panel-dzsungelek még bőven uralják Magyarország nagy részét. Uralják, de a lakóparkokkal is komoly gondok. Igen? Aha, most én nem akarok itt senkit bántani, de... Annyira nem átgondoltak? Nem. Abszolút nem átgondoltak a lakások, nagyon-nagyon, tehát pont tegnap is, akivel találkoztam, egy 110 négyzetméteres lakóparki lakás agyon van szabdalva terekkel. Tehát sok pici lyuk egymás mellett, és az összhatása nyilván ennek egy ilyen zsúfoltság lesz. És akkor pontosan azt beszéltük át, hogy akkor milyen falakat hol kéne kivenni ahhoz, hogy ez egyébként egy élhető és normálisan jó kinéző. Tényleg. Hát ha már a 110 négyzetméter, az nem is kicsi. Nem is kicsi, tehát hogy abba a 110 négyzetméterben volt, vagy 15 helyiség, tehát amint agyrém. És akkor ez csak egy példa, de én azt látom a lakóparkoknál, hogy igen, tehát hogy nincsenek, tehát hogy ez a fürdőszoba legyen, meg pipa, konyha, pipa, tehát hogy így vannak megtervezve. Nincs átgondolva, hogy az egyébként berendezhető az a tér, ott elfér-e minden, akár egy konyhát tekintve, mondjuk egy 4 fős családot ki tud-e szolgálni egy akkora konyha, mint aminek ott helyet hagytak. Stb. Tehát, hogy ezek azért igénylik egy belső építés szemét szerintem. Ezek a lakások persze azoknak, akinek van igényük rá. Ezeket a hagyományos, azért kanyarodom vissza a kicsit a, tehát ezekhez a hagyományos lakásokhoz, aki mondjuk nem házban él, és nincs esetleg annyi lehetősége, hogy mégis mit tehet annak érdekében, hogyha neki szimpatikus, akár a minimalista stílus, vagy szeretne kicsit trendibben berendezni a lakását, akkor milyen praktikákhoz nyúlhat? Nyilván keressen téged a weboldalon. Egyébként akkor hol lehet téged megtalálni? Hát nekem van egy saját oldalam, egy blogom, az a design.hu. Tehát ő vezetéknevemből így átnevezve a design szót, és Instagramon, Facebookon. Egyébként a Miki blogján nagyon sok blogpost van, ami ingyenesen elérhető, és nagyon sok hasznos tanács is van benne, tehát ezt érdemes megnézni. Igen, akkor... ott például igen, szoktam erről a témáról írogatni. Nagyon, tehát visszatérve a kérdésedre, nagyon-nagyon sok lehetőség van, amivel ugye föl lehet dobni egy teljesen egyszerű, hagyományos teret is, tehát akár burkolatok tekintetében, akár tapéták, falszínek, design falfestés, tehát hogy azért a kreativitás bele lehet vinni ezekbe a dolgokba is, csak most amiről én beszéltem, azok az olyan életterek, meg az olyan lakások, meg olyan nem tudom, nagy volumenű szép dolgok, amit mondjuk egy külföldi újságban látsz. Tehát hogy azért az ahhoz kell maga az építészeti tér is, hogy olyan legyen. És akkor itt jön be a képbe, amiről előbb beszéltetek, vagy amit előbb említettél, hogy hát igen, a külföldön teljesen más Igen, az alagberendezési kultúra, mint itthon, de hogy látod a fényt az alagút végén, mert hogy már itthon is azért egyre inkább kezdnek el a figyelni. Mindenképpen külföldön ott kezdődik, hogy az öltözködésre is jobban figyelnek, de ugyanannyira figyelnek a lakásukra, meg az otthonukra is. Hát itt van az öltözködésre azért már jobban figyelünk. Hát igyek, és igen. Zárkozik fel a lakás. Zárkozik fel a lakás, és szerintem úgy, tehát alapvetően az életmódban is ugye azért van egy kis különbség, mert például külföldön azért figyelnek az emberek a táplálkozásra, az egészségükre, a mozgásra, az életvitelükre, a lakásukra, a kinézetükre. Hát tudatosabbak, sokkal tudatosabbak. Itthon azért, ha úgy nagyon-nagyon van egy réteg, aki már ugyanezt követi, tehát ugyanúgy figyel mindenre, de azért a nagy átlag nem. És sem az öltözködés, tehát igen, tehát elég, ha felszállsz egy metróra, vagy egy nem tudom, itthon, meg mondjuk egy nyugat-európai országban, és akkor látod a különbséget, hogy hát igen, sajnos. És ez nyilván abból is adódik, hogy hogy a fizetések, a pénz se ugyanaz, azért nem lehet összehasonlítani, de azt gondolom, hogy alapvetően az igényesség az ugye nagyon-nagyon érdekes, hogy nincs is meg az emberekben néha az igény. Lehet, hogy nincs meg az, hogy hogyan lehetne az esetleg igényesebb, bármi. Ez meg már a vizuális kultúrához kapcsolódik szerintem, ami Magyarországon eléggé, nem tudom, az oktatási rendszerben, most nem menjünk bele, de szóval azért a gyerekek nem úgy nőnek föl, hogy egy tudatos, tehát nem szép terekben, tehát nézzünk meg egy normális magyar általános iskolát. Nem szép terekben nőnek föl, de még mi se abban nőttünk. Mi se abban nőttünk fel. Viszont mondjuk
Inspirálódni már tud számos helyről, ugye az internet kapcsán. Ja, abszolút, tehát, ott talán ez segített most előrelépni. De én például arról beszéltek az építészmérnöki karon, hogy mennyire nem volt vizuális nevelés, az így eldobja az ember az agyát szerintem. Tehát, hogy egyébként igen, ezért abszolút. Is van ennyi elcseszett ház. Tehát, hogy így borzasztó. És hát ott, hol, ha nem ott. Tehát, hogy azért az abszolút a művészeti ág, tehát a művészeti ág is nagyon durva, hogy mennyire nincsen. Igen, ez egy óriási hiányosság szerintem, hogy így a gyerekek nem kapnak olyan képzést, vagy olyan inspirációt. Beszéljük a színekről, hogy csinálják. Tehát ugye rajzóra az... Hát miről szól? Itt van ez az... Tehetségtelen vagy hármas. Igen. Tehát ugye gyakorlatilag erről szól a rajzóra. Hát de talán ezért is jobb, hogy külföldön tanulnak, hogy majd ott hát, esetleg, igen. Vagy ott hasznosítják a tudást, vagy jobb esetben nyilván hazahozzák. Hát meg azért most a mai gyerekek azért sokkal többet utaznak, mint például amennyit mi utaztunk annak idején. Többet látnak, többet szívnak magukba, és akkor reménykedjünk, hogy ez a folyamat ez szépen lassan majd így összeérik, és akkor majd ők, mikor már felnőttek lesznek, akkor már egy más igényességgel fognak hozzáállni ez a dologhoz. Hát és hogy mert azért nem lehet amellett elmenni, hogy azért ez egy költséges és időigényes dolog. Abszolút. Tehát hogy azért hogy reméljük, hogy a fizetésük is tud mellé, mert megjelenik, és akkor tényleg ebben megyünk fölfelé. Trend. Hogy néz ki 2019-ben a lakberendezési trend? Hát ugye az év színe, az mint tudjuk, a korálpiros idén, ami nagyon impulzív és nagyon-nagyon élettel teli szín, és szerintem ebbe az irányba fogunk elmenni. Ugye nagyon mindig, minden évben áprilisban, Milánóban van a nagy bútor kiállítás, amikor kiderülnek, hogy annak az évnek a trendje akkor most mi lesz. Tavaly, amikor én voltam, igazából nagyon nagy változást így nem lehetett érezni. Mondjuk furcsa, mert ugye az interneten minden elérhető, tehát hogy mi napi szinten nézegetjük és tudjuk ezeket a dolgokat, tehát azért nem tudom most rávágni, hogy puf, akkor holnaptól, vagy 2019. január 1-től ez a trend. Sok minden van most a trendben, tehát ugyanúgy megvan a minimalizmus, nagyon erős a skandináv, egyébként a skandináv dizájn is egy letisztultságon alapul, tehát hogy csak ott ugye nagyon sok fát használnak, nagyon sok világot, inkább a világos színek, tehát hogy ott nincs, nem nagyon van fekete, maximum kiegészítőkbe, tehát hogy ezek megvannak, nagyon erősek a kézműves vonal, tehát amikor a kézzel készült dolgoknak ugye nagyon nagy trendje van. Amit én egy kicsit kifelé menőnek érzek, az ez az őrült DIY, meg az újrahasznosítás. Nem úgy megy ki a divatból, tehát hogy nagyon nagy divat az újrahasznosítás, és ugye egyre globálisabban. Tehát ez is egy tök mint jó másik téma. Mint a fenntartható lakberendezés. Igen, tehát hogy az is nagyon fontos, és nagyon, tehát hogy nem megy ki a divatból. De ami pár évvel ezelőtt volt ilyen DIY őrület, azt most már nem érzem annyira erősnek. Szerintem azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy nem öncélúan DIY-kodnak most már az emberek, hanem átgondoltam valami cél miatt. Igen, funkcionál. És emiatt csökkent is nyilván a DIY-ek szám. És hogyha már említetted a skandináv trendet, akkor slow life szerintem a hügge miatt talán tőlük is ered az egész lassítás, meg hát nyilván rohadt gyors a tempó, ami a világban zajlik. Hogy jelenik meg a slow life alakberendezésben? Hát amit Anita is mondott, hogy ez a tudatos, még tudatosabban átgondolt tereket akarunk létrehozni, illetve több funkcionális terek is most így bevillannak nekem. Tehát, hogy mire gondolsz? Például arra gondolok, hogy nem eszement nagy terekben akarjunk élni, tehát, hogy ami olyan szinten nagy és túl van dimenzionálva mondjuk egy négy gyerekes családhoz, vagy akár egy párhoz, hogy inkább több funkciós tereket alkotunk, több funkciós bútoraink vannak, és akkor próbáljuk egy kicsit visszafogni ezt a megalomán, meg ezt a túlköltekezést, meg ezt a, amit ugye nagyon túl lehet tolni. Tehát ez a slow life-nak a lényege, hogy minden szempontból lassítsunk? Igen, minden szempontból lassítsunk, meg tudatosabban próbáljunk szerintem akár költekezni, akár a divatról van szó, akár az ételekről, tehát ami ti is biztos tapasztaltatok, hogy ünnepek előtt olyan szintű tömeg volt mindenhol, hogy minek? Miért kell, tehát most két napig nincs nyitva egy üzlet, miért kell úgy bevásárolni, mint hogyha világháború közeledne? És egyébként mennyi kaját dob ki mindenki? Hát meg alapból az is szörnyű, hogy sok ember hitelt vesz fel azért, hogy tök sok fölösleges ajándékot meg tudja venni, semmi értelme. Jó, nem, igen, mert ez én olvasatomban, de hogy... Igen, pedig sokkal egyszerűen nem mondjuk élményt ajándékozni.
De ez egy tök másik téma. Igen, szerintem tényleg egy kicsit Vikire, én szerintem én is nagyon kíváncsi vagyok, meg a hallgatók is, hogy a szakmai, te személyes szakmai utadra, mert azért ez nagyon, most már egyre fenszik egyébként labdarúgó, igen, de azért nem olyan könnyű ezen az úton elindulni, megtalálni a megfelelő ügyfélkört. Neked hogyan sikerült, hogyan, honnan indultál, és mit tudnál javasolni azoknak, akik esetleg ezt a szakmát szeretnék választani, hogyan lehet felépíteni egy sikeres ügyfélkört? Ez most tök jó kérdés, mert pont azon gondolkodtam, hogy kéne csinálnom egy ilyen workshopot, amin ilyen kezdőleg berendezőknek segítenék elindulni. Hát akkor, hogyha már ezt hangosan kimondtad, akkor legyen ez egy vállalás. Akkor most vállalom, hogy akit érdekel, akkor nagyon szívesen, tehát összehozok akkor egy ilyen workshopot, mert szerintem tényleg tök izgalmas téma. Tehát én ugye több mint 10 éve kezdtem ezt az egészet, amikor a kislányom 2,5 éves volt, akkor ment óvodába, és mielőtt ő megszületett, én reklámügynökségen dolgoztam, de az egy kreatív szövegíró voltam, de azt tudtam, hogy én oda nem akarok majd visszamenni, vagy nem tudok, és nem is akartam visszamenni, mert hogy ez egy teljesen olyan életforma, amit nem nagyon lehet szerintem egy kisgyerekkel összeegyeztetni. És azt is 8 évig csináltam, és úgy pont elég volt. Tehát, hogy amit el tudtam belőle hozni, azt átfordítottam a blogírásba, és amikor a lányom ugye 2,5 éves lett, én elkezdtem blogolni lakberendezési témában, illetve akkor jártam még a suliba. Tehát igazából akkor fejeztem be a lakber sulit, amikor ő 1 éves lett. Tehát amikor megszületett, kihagytam 1 évet, és akkor amikor 1 éves volt, akkor mentem vissza. És akkor szép lassan elkezdtem. Az első lépés az ugye akkor a blog volt, tehát 10 évvel ezelőtt ez egy nagyon, tehát akkor indult Anita is, tehát ugye együtt én, valahogy ugye egyszerre indultunk mindannyian. Igen, mi Viki már régóta ismerünk egymást miatt. Tehát, hogy akkor elkezdtünk blogolni, és igazából engem a blog indított be, azon kívül, hogy persze mindenki tudta a környezetben, meg az ismerősök közül, hogy én ezt csinálom, volt is egy-két ilyen megkeresés, de az igazi nagy megkeresés az volt, hogy volt egy család, akik Londonból költöztek haza, és engem még kint éltek, amikor fölhívott a lány, hogy akkor én segítsek nekik már házat is keresni, tehát hogy ők vannak most 4-en, és akkor ezek meg ez az igényük, és hogy én mondjam már meg, hogy az a ház, amit most ők meg fognak venni, hogy ez szerintem jó, illetve meg tudjuk-e úgy csinálni, hogy ez az ő igényeinek megfeleljen. És ez egy tök érdekes kihívás volt, és ami nagyon jó volt benne, hogy ő azt mondta, hogy végignézte az összes magyar bloggernek az oldalát, meg az összes mindenkinek az oldalát, és csak én kellek neki. És ez egy olyan nagy visszaigazolás volt az, hogy amit én kitűztem, ugye, amit én mindig is követek a blogommal is, az is egyébként beleillik ebben a minimalista életfelfogásban. Tehát ugye ez nekem egy nagyon jó visszaigazolás volt, hogy ő azt mondta, hogy csak én, hogy meg se keresett senki más, csak engem. Mert hogy azt mondta, hogy az alapján, amit lát rólam az interneten, neki ez kell. És akkor ő volt az első olyan ügyfelem, akiket így a nulláról, tehát az alaprajz kiválasztásától kezdve kísértem végig a beköltözésig. És ez egy ilyen, azóta is egy nagyon jó kapcsolat, tehát hogy így tartjuk a kapcsolatot, meg segítettem nekik azóta, mert azok már 3 gyerekük van. Tehát, hogy ugye az igények is megváltoznak, de hogy ez volt az első, és akkor ebből, tehát ugye a mi szakmánk az egy olyan szakma, hogy belépsz valahova, látod, wow, igen, ki csinálta, akkor én is szeretném adni ajánlás, a címét, ajánlás. Tehát, hogy nem, tehát lehet hirdetni, lehet próbálkozni ilyeneket, de ez így nem működik, mert ugye kell, hogy lássák, kell az a benyomás, hogy oda belépek abba a térbe, és úristen, de jó hangulata van. Mm-hmm. És felismerem azt, hogy én nem tudom ezt magamtól megcsinálni, meg megteremteni. Tehát ez is tök érdekes, például ez egy Ikerház volt, és az Ikernek a másik fele az egy-egybe lemásolta az ő. Tehát hogy a funkcionális átalakításokat, mindent. Tehát, hogy tök gáz, nem? Nem látott. Igen. Igen, tehát hogy halál ciki szerintem, mert lehet, hogy... Tehát még nem biztos, hogy nem is annyira használható neki, mert nem, mert más, az is más család. Igen, tehát hogy ez benne a buktató, hogy egy teljesen más igény. És fogta, és lemásolta, oké. Na mindegy, de nekem ez a ház nagyon sok egyéb megkeresést hozott. Aha. Tehát akkor a nulladik lépés volt a suli, blog. A blog, bocsánat, ami nagyon fontos, szerintem az arculat. Az arculat legyen egy nagyon erős arculatod. Uh-huh. Legyen, hát egy hiteles én márka. Igen, legyen, az egy egyén márka építésről szól az egész, aminek ugye nyilván vannak lépcsőfokai, amin végig kell menni, és szerintem a következetesség nagyon fontos. Tehát az, hogy amit az ember kitűz magának célnak, az így mindig lebegjen a szemed előtt, és akkor nem nagyon szabad leadni belőle. Mert
De persze engem is értek olyan megkeresések, hogy akkor egy kis mediterrán, egy kis nem tudom micsoda, és akkor ezekre muszáj nemet mondani. Uh-huh. Akkor is, hogyha éppen nincs másik meló, már ha belefut az ember egy olyanba, ami nem az övé, nem tudod átérezni, nem tudod szívbe lépni, nem is olyan lesz a végeredmény. Nem lesz olyan végeredmény. Én szerintem még közben is bele, tehát hogy sokkal könnyebben belebukik az ember, mert egyszerűen nem tudja a szívét beletenni, és itt még nagyon fontos. Abszolút, persze. Belekerüljön. És akkor egyébként, mintha a vállalkozásodat nézzük, szabadúszó vagy, vagy csapatot építettél, vagy ez hogy kezeled a megkereséseket, meg ezt az építkezést? Úgy van, hogy én igen, tehát hogy én egyedül vagyok, aki tervez, van nekem a vállalkozóm, aki rajzol, tehát hogy aki a 3D látványterveket rajzolja, tehát arra nekem már nincs időm. És akkor időnként vannak tervező társak, amikor olyan nagyobb projekt van. Persze, hogyha statikus kell, meg ilyenek, akkor ugye bevonok építészek egy statikusokat, de ez mind a vállalkozói szinten. Illetve volt 2 évvel ezelőtt egy lány, akivel így, egy építész lány, akivel így összeálltam, és akkor együtt dolgoztunk, de ő is elment megszúrni a 3. gyermekét. Úgyhogy, de most vettük fel a kapcsolatot, mert 2 éves egy kisfiú, és most úgy néz ki, hogy lehet, hogy idéntől akkor megint újra bővülünk, igen, és akkor megint elkezdünk együtt dolgozni. Igen. Hát igazából együttműködések. Együttműködések, igen, de hogy én vagyok így a zászlós hajó, vagy hát az egy személyes előre tolt helyőrség, és akkor úgy szedem össze, vagy válogatom magamhoz, vagy keresek meg embereket, hogy mindig az adott feladathoz tudom igazítani, de a rajzolóm, tehát a 3D rajzolóm az fix, akivel dolgozom, tehát ő vele nagyon jól összeszoktunk már, tehát hogy ez így tök jól működik. És ez egy iszonyatos szabadság nekem, tehát ugye pont így gondolkodtam nemrég ezen, hogy azért egyrészt elég bátor dolog szerintem így egyedülálló nőként egy vállalkozás vinni, gyereket nevelni, és mellette ugye kiállni az embernek azért, hogy amit ő gondol, meg az elvei, meg az értékrendje, abból így nem szabad leadni. És de akkor... szükségük van ilyen példákra, ilyen női példákra. Hát, szerintem mindenkinek így van. Hogy ezt meg lehet csinálni, és ez kivitelezhető ma Magyarországon. Kivitelezhető néha nehéz, igen, mert ugye nyilván, tehát mi arra vagyunk berendezkedve, hogy arra neveltek, és az én anyukámtól is mindig azt hallottam, hogy fix havi fizetés, és akkor abból lehet megélni, és akkor az a biztonság, és az a... És nem. Rá kell jönnünk, hogy a biztonság nem. Mi magunk vagyunk belül, igen, mert hogy változik a világ pár év múlva, fogalma sincs. Hát egyrészt nem tudjuk, másrészt meg bátornak kell lenni szerintem. És akkor sikerül az önmegvalósítás. Talán ez egy jó végszó is mindenhez kapcsolatban. Legyünk bátrak, igen. Legyetek bátrak ti is. Meg tudjuk oldani bármilyen. Akár legyen szó lakberendezésről. Igen. Még egy dolog eszembe jutott, bocsánat. Na mondj, hogy idén engem megint jelöltek a Glamour Women of the Year rendezvényen. Wow. Lakberendező kategóriába, és ennek március 8-án lesz a nőnapon. Pont nőnapon, igen, és akkor... Hát nem tudom, hogy elmutatom, de várom a szavazatokat. Mindenképpen nézzétek meg Viki oldalát, nézzétek meg az interjúrokat, amiket tervezett, és hát, hogyha kedvetek, akkor menjetek fel a Glamour oldalára, és szavazzatok. A te weboldaladról el tudnak jutni erre a szavazó felületre? Igen, persze. Szuper, akkor erre fel is hívjuk a figyelmet. Köszönöm. A linket megtaláljátok a nőkazuton.hu oldalon ennél az adott résznél. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, köszönjük neked is, Viki, hogy itt voltál velünk. Nagyon köszönöm én is. Egy hét múlva találkozunk, tartsatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok.